nagyon ügyesek vagytok. Egészségnapot tartottak a Szivárvány tagovodában április 11-én. A gyerekek udvari futással és komplex mozgásterápiával kezdték a napot. Kubik Krisztina a torna hatásmechanizmusáról beszélt. A csecsemőkori reflexek, a Landau reflex, a aszimmetrikus-szimmetrikus nyaki reflexeket, és hogyha ezek túl sokáig megmaradnak, tehát ezt úgy értem, hogy óvodáskor végéig, akkor ezek majd az iskolában hátráltatják a tanulást, kialakulhatnak diszes problémák, egyensúlyzavar, jobbára a földön végzett feladatok, meghatározott sorrendben és meghatározott ismétlés számmal dolgozunk. Vannak benne játékos elemek, de ezek igazából csak azért vannak, hogy ne legyen a gyerekeknek túlságosan monoton. A finom és egészséges zöldségekből, gyümölcsökből az óvodásoknak salátát készítettek, amit jó ízűen el is fogyasztottak 10 óraira. Az udvaron lábtornán is részt vehettek a kicsik. Gyűjtögetjük. Mivel gyűjtögetjük? Nagyon ügyes. Jól szorított, ez az. Az óvoda egyik csoportszobájában az egészséges ételekkel és azok jótékony hatásaival ismerkedhettek meg a gyerekek, majd az evés előtti legfontosabb teendőről énekeltek. Piszkos a kezem, meg a tenyerem, ettől kapok betegséget, ha ezzel eszem. De én megmosom vízes a pannal, eltűnnek a bacillusok, nem lesz semmi baj. Hajós Erika mesemondó tanulságos kis történetekkel érkezett az óvodásokhoz. Ez a nyulacska sokat ugrabugrált anyukájával, a kis nyúl meg a nagy nyúl. Csak ugrabugráltak, játszadoztak a réten. Ezúttal Bennő Katalin népzenész jött velem mesélni, és tekerőlantot hozott magával, furuját hozott magával, gitárt hozott magával, több apróbb hangszert is szoktunk a mesék közben használni. Minél színesebb, minél zenésebb egy mese, a gyerekek annál jobban szeretik, annál jobban leköti őket. Gyuszi, gyuszi, fekszi, árokban, folytos hosszú füle van, kicsi piros szeme van, ide néz, oda néz, a gyerekek mindig nagyon ügyesek és aktívak, nagyon szeretik, amikor bevonjuk őket a mesébe, és nekünk is az a célunk, hogy minél több időt tölthessenek velünk is a mesével, ezért minden alkalommal a meséinkbe valamilyen interaktív játékot, mondókát, akár dalt beleszövünk. A gyerekek mindennapjaiban főszerepet kap a mozgás és a rendszeres gyümölcs, zöldség, magvak fogyasztása. Sok gyerkőc biciklivel vagy rollerral érkezik reggel, amit az óvoda udvarán elhelyezett tárolóba ügyesen el is tudnak rakni.